Sziasztok! Monotonnak vagy unalmasnak találjátok az edzőtermet, esetleg csak nincs időtök lemenni edzeni. Mozduljatok ki és választjátok a szabadtéri edzéseket, hiszen a futáson és biciklizésen kívül van más lehetőség is, úgyhogy tartsatok velünk! Az edzést kocogással kezdjük! Az első feladat a kitörés. Jó nagyokat lépünk előre, közben figyelünk arra, hogy a derékszög megmaradjon, és a térdünk ne csúszson előre. Most következik egy 1 perces pihenő, közben lenyújtjuk a lábakat, utána pedig vissza. Második feladatként 2 gyakorlatot fogunk bemutatni. Az első egy teljes felülés lesz. Két darabot fogunk belőle csinálni, majd 1 perc pihenő, és jöhet a második hasgyakorlat. Elkezdjük a második hasgyakorlatunkat, ami egy váltott lábú hasprés lesz. 12 darabot fogunk ebből is csinálni, majd utána 1 perc pihenő, és a 2 feladatot megismételjük. A 2 gyakorlat között lenyújtjuk a hasat. Harmadik feladat, guggolásból felugrás. Mélyen le, fel, mélyen, és felugrunk. A térdek nem csúsznak előre. Amikor lent vagyunk, akkor lassan le és fel. 25 darabot fogunk belőle csinálni, utána 1 perc pihenő. Negyedik feladatunk fekvőtámasz törzsfordítással. Kettőt fogunk belőle csinálni, utána 1 perc pihenő, majd ismétlés. Jól elcsavarjuk a törzset, és a kezünk után nézünk. Fekvő támasz közben a fenekünk az nem fog így feljönni, hanem megpróbáljuk törzsünkkel egy színben tartani. 5. feladatunk helyben kitörés, majd pedig utána a padon tolóckodás. A 2 feladat után lesz 1 perc pihenő és ismétlés. Tolóckodásnál arra figyelünk, hogy a könyökünk az ne csúszson szét. Próbáljuk szorosan a testünk mellett tartani a kart, és úgy elvégezni a gyakorlatot. A helyben kitörésnél is nagyon fontos, hogy a derékszöget megtartsuk, valamint, hogy a térd az ne csúszson a bokán el előrébb. Lehet közben egy lábcsere is. Gyakorlatonként 12-t fogunk csinálni, majd utána 1 perc pihenő és csere. Elérkeztünk az utolsó feladathoz, ami pedig a nyújtás. Lenyújtjuk a lábakat. Lábcsere. Keep it down on the ground, yes I am. I'm going deep.
tartsatok velünk legközelebb is! Sziasztok!